Na srácok, mint látjátok, itt egy kis póló, újabb autó, amit kaptunk a Weltautótól, illetve a Porsche Hungáriától. Ez az első nap, most elhoztam, elég gáz az idő, mint láttátok, elég ilyen esős, borús, nem egy hudanyárias időjárás. Nem tudjuk, hogy még merre fogunk menni, vagy mit fogunk csinálni, egyelőre egyedül vagyok csak. Ugyanúgy több napig lesz ugye nálunk, úgyhogy igazából szépen le fogjuk tesztelgetni. Egyelőre egy ilyen 20 kilométert mentem vele, egy első benyomásra nekem jobban bejön, mint az app egyébként, sokkal komfortosabb, tehát hiába kis autó, és a kamerán nem tudom mennyire jön át, hogy mekkora, nem olyan kicsi, mint a régi pólók, szerintem. A méreteket majd mindjárt elmondom, hogy mekkora is pontosan. De hogyha gondoljátok, utána is nézhettek nyugodtan a neten. Egyébként pontosan ez egy Volkswagen Polo Beats kivitel, tehát az Audio márka. Ez az autónak igazából a specialitása is. Nem GTI meg ilyesmi, hanem ez a Beats kivitel. Igazából egy nagyon jó kis hangrendszer van a gépbe. Ez az egésznek a trükkje. Ezért vannak ezek a kis csikocskák is. De első körben nem mutatom még most így be nektek, nem lövöm le az összes poénját az autónak, csak így most pár szót mondtam róla. Eddig nekem egyelőre nagyon tetszik, tényleg jobban tetszik, mint az app. Az app-ba tényleg csak az, hogy az tetszett nagyon abban, hogy elektromos kis aranyos autó. Ebben meg azt tetszik, hogy azért majd még szépen ki fognak forni ezek a dolgok, mondom, még pár kilométert mennem csak vele. Majd Bennettel találkozok, meg mindenkivel is találkozok. Szépen körbejárjuk itt a mindent. Egyébként 70 kW ezres. És megnézzük, milyen a hangja az alagútba. Majd mindjárt visszafele. De hát ne várjatok nagy hangot egy kis ezrestől. Ennek egyébként két változata van. Mind a kettőben ezres motor van. Az egyik az 95 ló, a másik 115 ló. Srácok, figyeljetek! 2000-es fordulaton megyünk vissza. Annyira kis csendes. Ami egyébként igazából a mai kocsiknál pozitív, tehát mert próbálkoznak a leghalkabb, legjobban hangszigetelt autókra törekedni nyilván. Nem is lehet hallani, hogy beindítom a motort. Volt, hogy egyébként észre sem vettem a start-stopot, hogy leállt a motor. Srácok, most ismerkedünk itt közben a kocsival, és az a helyzet, hogy az realizálódott bennem először, hogy nincsen GPS a kocsiba, nincsen navigáció, holott a képeken... Itt van egy rakat ilyen szórólat, mert Virtin volt az autó eddig, és vannak benne ilyen... Látjátok, itt van egy csomó ilyen cucc. Itt digitális a kijelzője, és itt is van navigáció, és azért nem értettem, hogy mi a helyzet, hogy most itt nem találjuk a navigációt, de hogy miért nem. És közben arra jöttünk rá, van egy ilyen CarPlay-es cucc, ami igazából a telefonnal teljes mértékben csatlakozik, és a telefonon keresztül van lényegében navigációnk. Tehát így konkrétan itt mutat mindent. És a telefonodon tudod beírni, hogy mi a helyzet? Aha! Tehát ilyen furcsa, mert így félig meddig a telefonon keresztül kell. Tehát például célpontot nem tudtunk megadni, azt a telefonon kell, viszont hogyha már be van írva, akkor ki lehet választani, szóval ilyen, amihez írni kell, azt nem lehet. Azok fizetősök, ott írja azokat. Megyünk Balatonfüredre? Na ott minden Székesfehérvárig elmegy, és ez mind fizetős. És nincs matrica a gépjárművön. Starting route to Balatonfüred. Köszönjük. Head southeast on mix of Kalmanukka, then at the roundabout, take the third exit on... Úristen. De most mi történt? Nem tudom. De várjál, miket lehet még ezen megnézni? Hát mondjuk az üzeneteimet annyira. Ja, az üzeneteket nem. Telefonál, map, WhatsApp. Vannak ilyen külön CarPlay-es, CarPlay kompatibilis,
kompatibilis applikációk, vagy mi a helyzet is ez itt például? Ja. Ja, hát igazából a GPS ez így van megoldva, ilyen érdekesen. Igazából ez így furcsa, de végül is megoldották, mert amúgy az nagy hiba lenne szerintem, hogyha nem lenne GPS így ilyen mai autónál, ilyen modern autónál. Pacsi a tulajnak. Bárj fel, matica. Tücskök ciripelésének a társaságában. Leteszteljük azt, ami ennek az autónak a nagy, hogy is mondjam, specialitása, a Beats hangrendszer ugyebár. Nagyon sok helyen látszik a kocsin, direkt, hogy mondjam, ki van hangsúlyozva, mint látszik ott elől is, ott van ugye a hangszóróknál. Ott pont nincs, ellenben itt már az ajtónál látszik, hogy Beats Audio, szintén ugye azon a részen is van. Hátul mindjárt megnézzük. Ülésen is. Ott van a kis Beats-ecske. Mutatnám, hogy itt is. Rögtön ez látszódik kívülről. Illetve hátul nincs egyébként semmi, csak ugye a pólójel. Illetve amik vannak még ezek a külső kis csíkocskák. És ugyan olyan kis aranyos morcia, ahogy már láttátok alapból a legelején, videó elején, szerintem nagyon kis aranyos morcos eleje van. Alapjában véve egy 300 wattos hangrendszer van az autóban, ami igazából 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindjárt megnézzük, hogy hátul nem tudom, van-e még hangszórója. 6, így van, 6 hangszóróból áll, és most azt, arra vagyok még kíváncsi, hogy a mély nyomót azt nem tudom, hogy van-e. Mindenesetre olyan jól szól a kocsi, hogy konkrétan rezeg a tükör. És hogyha, én mindig azt mondom, hogyha már rezeg a tükör, az már valamire való hangrendszer, ha elkezd rezegni. Ja, itt most talán egy kicsit maticával. Egy picit. De megnézzük, hogy alul mit látunk. Érdekes. De nem tudom, hogy ez mi. Igazából. Fogalmam sincs, hülyeséget nem akarok mondani. Én egy olyasmi mély nyomót vártam ebbe a kocsiba, mint ahogy benették autójába is, vagy a többi autóba általában én szoktam velük találkozni. Vagy az ülés alatt van beépítve egy-egy mély nyomó, vagy hátul a pótkeréknél szokták még, vagy a pótkerék helyett. Van, ahol a pótkerék helyett konkrétan egy kerek mély nyomó van beépítve, és ugye az adja a mély tónusokat. Most ennél nem tudom, hogy hogyan megoldva, de rohadt jól szól, mindjárt azt valahogy, nem tudom videón, hogy lehet ezt átadni rendesen, vagy megpróbáljuk megmutatni a tipikus kis témazenénkkel, úgymond. Kicsit elmászkálok, megnézzük, hogy nagyjából nem tudom mennyit hallotok ebből, megnézzük, hogy mennyire hallatszódik így messziről igazából. Talán ebből tudjátok levenni azt, hogy milyen hangosan és milyen jól szól. Az, hogy jól szól, azt igazából nem fogjátok tudni meghallani, mert a mikrofon, meg amit ez kiad, a herceg teljesen az egész elveszik, szóval igazából... De szerintem egyébként hallatszódik, hogy elég elsétáltam, és fullba szól innen is. Ami még egyébként érdekesség ebbe az egészbe, hogy én azt vártam, hogy valahogy úgy lesz ebben megcsinálva. Ja, amit még nem mutattam. A kulcson is ott van a kis bícecske. Itt is látszik. Szóval amit még nem mondtam, az, mint érdekesség, hogy én azt hittem, hogy úgy fog működni ez a hangrendszeres dolog, hogy oké, hogy 300 watt, meg oké, hogy ez, meg az, de...
annál a határnál, amikor már kezdeném azt mondani, hogy fú, de jó hangos, én azt vártam, hogy elkezd majd torzítani, de egyáltalán nem. Tehát konkrétan addig tudom felhúzni, igazából max hangerőn se torzít. Egyszer-kétszer volt olyan zene, ami ilyen abnormálisan brutál mély, és akkor valami már kicsit úgy hallatszódott, hogy ugye a mély egy picit úgy már küszködik vele, de még azt mondom, hogy az is még bőven hallgatható, nem az, hogy fú, szétesik, és inkább hú, halkítsuk le, mert ez már így gáz, hanem tényleg normálisan bírja azt, ami be van állítva, tehát a max hangerőt is bírja. You're no hero, so don't act like it. Please don't treat